Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Szentesről, Juhász János, nyugalmazott szövetkezeti elnök otthonából. Juhász úr, önnel már több alkalommal is készítettünk interjút, aktív elnök korában. Most azért kerestük meg, hogy a gyermekkori és fiatalkori éveiről beszéljen a nézőknek. Hát üdvözlöm, vagy köszöntöm a Kurca TV nézőit. Meg kell mondjam őszintén, hogy nagyon nehezen vettek rám arra, hogy nyilatkozzak, de úgy gondolom, hogy ez az utolsó lehetőség, hiszen már benne vagyok a korba, a 79. évemet taposom. A gyermekkoromról. A háború időszakában a nagyszüleim sok más szomszédokkal együtt elmenekültek az oroszok elől, és mi Várpalotára, mert a családunknak egyik tagja Várpalotán volt, hogy majd a bányába fogják átvészelni. Természetesen én még ekkor nem születtem meg. Amikor a háborúnak vége lett, vagy legalábbis átment rajtunk a háború, akkor elindultunk hazafele, de csak Enyingig jutottunk el, mert akkor már nagyon a világra akartam jönni, és édesanyámék, illetve a nagyszüleim, anyai nagyszüleimmel együtt Regőj Majsa pusztára, tehát a Majsa pusztai kastélyba, Eszterházi kastélyba kvártélyoztak be, hát nyilván nem a kastélyba, hanem valami, én nem is tudhattam, hogy hova. Lényeg az, hogy ott jöttem világra, és 45. április 2-án anyakönyveztek Regőjbe. Egy kis apróság kiegészítésképpen, a herceg az édesanyámnak ajándékozott egy kis fajansz kis edényt és egy ezüst kalalat. Utána elindultunk haza, Dunaföldvárnál sajnos meg kellett várni, még akkor a híd állt, tehát meg kellett válnunk, és keresték a kisfiút, és hát nem igazán találták. A pólyának az aljába, mint egy kis macska, össze voltam gömbölyödve, hát 2 hónappal hamarabb születtem, mint ahogy kellett volna. Velünk volt az uradalomnak a orvosa, dr. Benedek Tibor, ő is tápolt hazáig. Minden gyermekbetegséget elkaptam, ami létezett abban az időszakban, de rettenetesen szerettem volna élni. Klára Majorba volt a cselédlakás, ahol édesapám meg édesanyám éltek, vagy illetve laktak. Oda kerültünk vissza. Sajnálatos módon az édesapám nem kapott munkát. Az országba pedig akkor már elindult az újjáépítése az országnak. Nem kapott munkát, mert a Szociáldemokrata Pártnak voltak a tagjai, és ekkor a Kommunista Párt már bedarálta a Szociáldemokrata Pártot, sőt a Kisgazdapártot is, és megindult a Dunapentellei, tehát a Dunai Vasmű építése, az Ajkai kohóknak az építése, de sehol nem alkalmazták. Tulajdonképpen a nagyszüleim tehát lehetőségeiből éltünk, meg az édesapám rendkívül ügyes volt. A cselédlakás mögött csinált egy ilyen kis műhelyt, ahol különböző javításokat végzett. Egy alkalommal behívatták az állami gazdaság kezdett felépülni, és hát az öntöző hajó az el volt süllyedve. Behívatták édesapámat, hogy ha megcsinálják az öntöző hajót, akkor alkalmazni fogják. Tehát a gyermekkorom, a korai gyermekkorom ezzel telt el. Hát úgy rossz gyerek voltam, meg kell mondjam. Mindent eltanítattak velem, amit nem lett volna szabad, de állandóan ott lebzseltem a műhely környékén, az öntöző hajó, amikor elkészült, akkor a hajó környékén természetesen nem engedtek rá a hajóra, hiszen kisgyerek voltam. Iskolába, gyerekegyházára jártam, az úgynevezett kisiskolára, amelyik a Weisz uradalomban lévő javító műhely mellett volt, itt 4 osztály volt ebbe az iskolába. Volt egy nagy iskola, az meg az intéző lakásba alakították ki, ott meg a másik 4 osztály volt. Ezeket az iskolákat, amikor elvégeztem, hát egy nagyon érdekes dolog, hogy Derekegyházán 11-en voltunk 8. osztályosok. Tehát a háborúba nagyon sokan nem jöttek vissza. Az édesapám is csak úgy jött, hát regényes úton jött vissza, megérne egy beszélgetést, hogy milyen körülmények között, ő a Donkanyarba volt.
és onnan jött haza. Óriási kihűléssel, rengeteg problémával küszködött az ízületeivel, de végezte a dolgát, megcsinálták az öntözőhajót, üzembe állították, és attól kezdve ő lett a főgépész Derekegyházán, illetve akkor még Klára Majori állami gazdaság volt. Én a gimnáziumot Szentesen a Horváth Mihály gimnáziumba végeztem el. Mi voltunk az első politechnikások, akiknek hétfőn politechnikai oktatásra különböző cégekhez, vállalatokhoz, voltak már akkor vállalkozók is, például autójavítók, nagy szám volt. Akkor kezdtek a televíziók megjelenni, akkor voltak televíziószerelők, oda is kikerültek, sőt a drogériába is voltak, az egyetlenben, ami Szentesen volt. Ott végeztem, meg kell mondjam őszintén, hogy nem gépészeti irányba mozdultam el először, hanem a gondolataimba matematika-fizika tanár volt. De utána hátrajcot csináltam, amikor az édesapámmal megtárgyaltuk ezt a dolgot, és végső fokon volt is benne indítatásom, hiszen minden nyáron, 7.-8. osztályban, 4 gimnáziumban ott dolgoztam kint, és mindig augusztus 20-áig kellett dolgoznom. Voltam segédvezető, voltam ilyen segítője, ilyen kerületi szerelők voltak. Ezek mind nagyon jó szakemberek voltak. Talán annyit még el lehetne mondani, hogy utána jelentkeztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetem gépészmérnöki szakára, oda előfelvételivel vettek föl, akkor hazajöttem, tanakodtam, mi legyen, egy évet mit kezdjek magammal. Elmentem mezőtúrra, és ott elvégeztem a főiskolát. Mert akkor már nem, akkor lett főiskola tulajdonképpen. Talán ennyit dióhéjba erről az időszakról. Említette, hogy az édesapja a Derekegyházi Állami Gazdaság főmérnöke volt. Gondolom ott szerette meg a gépészetet. Milyen gépekkel találkozott akkor az akkori időben ön, és mutassa be, kérem, az édesapja a hétköznapi munkáját abban az időben. Ez hogy zajlott? Hát tulajdonképpen a határvonal akkor volt, amikor az öntözőhajót helyreállították. Attól kezdve lett főgépésze az állami gazdaságnak. Akkor még a gépállomások funkcionáltak, ugye létrehozták a háború után a gépállomásokat, mert a 47-49-es földosztásnál nagyon sok ember jutott földhöz. Volt ennek egy szabálya, a család létszámától függött, hogy mekkora területeket kaptak, de nem voltak eszközpartjaik. Tehát nem, igazán főleg elsősorban nem a talajmunkák, tehát a talajmunkákban is elsősorban a szántással, tehát a talajforgatással volt gond, hiszen ahhoz nagyobb energiára volt szükség, nagyobb gépekre volt szükség, ezért létrehozták. Itt Szentesen is volt egy gépállomás, Hódmezővásárhelyen, Székutason, tehát a jelesebb területeken volt, és ezek szolgáltatásokat végeztek. Az állami gazdaság önállóan kezdett el fejleszteni. Az első időszakban úgy hordták össze a gépeket, kavalkád volt. Minden, ami létezett, én láttam 28-as traktort, amelyik az amerikai gyapott földekről származott szerintünk, mert elvitték az oroszoknak, mert azoknak is volt gyapott földjük a háború időszakában. Nem biztos, hogy láttak ilyet, én is csak egyet láttam, itt az állami gazdaságban volt, akkor láttam itt McCormick traktort, Ford traktort, G35-ös traktorokat, hiszen ezeket gyártották a Csepel művekbe, illetve hát a Weiss művekbe, mert Csepel a művek később lett a Weiss művekbe, és hát azok voltak elsősorban, és a talajmunkákat az bizony-bizony gőzekékkel végezték, ami egy kuriózum volt akkor is a maga nemébe, hiszen fel lehet fogni kvázi egy váltva foglalkozó ekének. Igaz, hogy a váltva forgatást azt egy ember végezte, aki a billenő ekét átállította a másik oldalra, átfordította. Miközben folyik a cséplés és tisztítás, a tarlóhántás meggyorsítására üzembe helyezték a gőzekét. A több tonna súlyú ekét gőzgépek vontatják drótkötélen. A súlyos eketest 15-20 cm mély barázdát húz,
és nem nyomja le, amit felszántott. A tárcsát is utána lehet akasztani. De ami igazán nagy dolog volt benne, hogy ezek gőzeke volt. De most ezt szalmával fűtötték. Tessenek csak végig gondolni, hogy micsoda szaktudás kellett ahhoz, hogy gőzt tudjanak termelni folyamatosan egész nap szalmával. Ökrös szekerekkel hordták kifele a szalmát, és azzal fűtöttek. Hát volt ennek egy technikája valószínű, ahogy meg tudták oldani, és ezek 7-8 fejű ekék voltak, hatalmasak. Úgy volt a Weisz uradalomban kialakítva a terület, hogy durván ez a 30-40 holdas, szinte hasonló, párhuzamos düllőutakkal volt körbevéve, mert ugye máskülönben a gőzekét nem lehetett használni, hiszen az az egyik düllőn volt az egyik gőzek, a másik gőzek a másik düllőn, és azoknak merőlegesen kellett járni, mert akkor a végén maradt volna egy vakborozda. Tehát tökéletesen meg tudták oldani. A területeken sarokerdők voltak. Ezek a vadgazdálkodás szempontjából volt jelentőségük, és jó részénél kút is volt fúratva, hogy inni tudjanak a jószág, a vadak. 5 nagy teljesítményű mélyfúrású kút látta el a Klára Majori Államgazdaságot is, meg hát előtte a Weisz uradalmat. Ezek pótolták a vizet a halastavakba, ezek pótolták a vizet a csatornákba, az öntöző csatornákba. Majd visszatérünk rá később, az újkori időszakba, már a kórógyból is, tehát a kórógy csatornából is hoztak fel vizet, hiszen sokkal nagyobb volt az igény az vízre, mint ami abban az időszakban volt. Ráadásul, ha visszagondolok rá, akkor volt tél, volt nyár, volt ősz, volt tavasz. Jeles napokra megjött az eső, soha nem volt 30 foknál melegebb idő, tehát konszolidált volt az időjárás, nem kellett ennyit a szárazságtól, vagy a túl sok esőtől, víztől tartani. Hogyan működött egy ilyen öntözőhajó? Hát ez az öntözőhajó, ez csatornákon tudott öntözni, vagy mozogni, és onnan öntözött két oldalra, két 96-96 méteres vízsugárral. Derekegyháza, Klára Major. Vasárnap reggel 3 vármegye állami gazdaságának dolgozói találkoznak, hogy kicseréljék termelési tapasztalataikat. Az országban egyedülálló öntözőhajó. Hol területet öntöznek segítségével. A vízsugarak jobbról, balról 90 méterre szórják az esőt. Egy óra alatt 14 holt földet öntöz meg, 7 milliméteres esőnek megfelelő mennyiségben. Egy milliméteres csapadék ára holdanként 98 fillér. Ezzel az öntözéssel évente 2-szer terem a föld, a hereföldet például 6-szor kaszálják le. Ez az öntözőhajónak a létrehozása, egyáltalán magának ennek az öntöző technikának volt egy előzménye. A Weisz családnak volt egy olyan tagja, aki gépészmérnök lett. Weisz Jenőnek hívták, és ő itt gyakorlatilag szabad kezet kapott a Weisz uradalom időszakába különböző beruházásokra, és ennek volt a hozománya az öntöző területnek a kialakítása, meg egyáltalán az öntözőhajónak az elkészítése. Most ez az öntözőhajó, ez Csepelen készült, tulajdonképpen a lényeg az lett volna neki, hogy 90-96 méter, tehát durván 200 méter, ről beszélünk, 200 méter tudott öntözni. Úgy voltak a csatornák kialakítva, hogy szinte mind párhuzamos volt, és a főcsatornára merőlegesek. Na most ez a makett, amit láttunk itt Derekegyházán is, egy kicsit azért zavart, mert ennek az öntöző hajónak nem hegyes volt a
a vége, hiszen a képeken is, amit láttunk, azon is lehet látni, hogy egy parabola volt. Hiszen máskülönben nem tudott volna a csillagba, úgynevezett csillagnak hívták a főcsatorna meg a mellékcsatornáknak a csatlakozását, amelyekek le voltak kerekítve a sarkok. Tehát nem éles sarok volt, hanem akkor nevezzük azt is, hogy az is egy parabola volt. Tehát a két parabola egymáson annélkül el tud fordulni, hogy nem okoz kárt se a gépbe, se a csatornába. Tehát ez volt a lényeg ennek a hajónak. Az mindkét irányba tudott közlekedni és öntözni is, és utazásnál vízsugárhajtóművel működött. Tehát olyankor nem kellett öntözni, nem mentek a szivattyú, illetve ment a szivattyú, de csak alapjáraton. Talán még annyit el kell mondanom, hogy ezekkel mindig csak éjszaka öntöztek. Tehát ők már akkor kitalálták azt. Nagyon-nagyon szükséghelyzetben használták napközben, ami egyébként a későbbi időszakban, amikor újjá lett építve a hajó, akkor is ez érvényes volt, mert éjszaka a párolgás ugye lényegesen kevesebb, mint nappal. Ez akár elérheti a 20-30%-os veszteséget is, ráadásul ez nem is kevés energiába kerül. Most ez az öntöző hajó a háború időszakába, ugye behívták a katonaképes embereket, tehát Derekegyházáról is, így vonult be az édesapám, meg szinte mindenki, aki a környezetében volt, márpedig ez a hajó, amikor nem dolgozott, télen volt, akkor ez mivel nyitott rácsszerkezetű volt a szerkezete, ezért be tudott esni az eső bele. Tehát a 40-es évek, a háború időszaka, az pedig jellemzően hideg telek voltak és hatalmas csapadékok. Valószínűleg azért süllyedt el, mert megtelt vízzel, mindkét végén volt egy-egy kézi pumpa, amivel folyamatosan menet közben, napközben is, ha arról volt szó, akkor kiemelték a vizet a hajóból. Valószínű, hogy tele lett a rács szerkezet, és egyszerűen önmagától elsüllyedt ez a hajó. Volt ezen a hajón 2 darab 144 lóerős dízel jendraszik motor, és 2 darab ganz szivattyú. Tudna ezekről is beszélni a nézőknek? Hát ezek a jendraszik motorok hajómotorok voltak, lassú fordulatú és hosszú löketű motorok. Tulajdonképpen még szelepfedél sem volt rajta, azért volt fölötte, több ok miatt egyébként, mert hát a gép se ázhatott, azért volt fölötte tető. És hogyha a róla készült képeket megnézzük, akkor jól látható, hogy ez két motorról van szó, még két szivattyúról van szó, hiszen ha belegondolunk, 2x96 méterig egy szivattyúval képtelenség lett volna elöntözni, szinte lehetetlen lett volna. De a fönnmaradt képeken is jól látható, hogy el lehetett zárni az egyiket is, meg a másikat is. Tehát különállóak voltak. Na most ez a jendrasik motor, ez inercia indítással működött, tehát magyarul légtartályba túlnyomásos levegőt engedtek be a felső holdpontra, az első henger felső holdpontjára, és volt egy speciális, mint egy pályszer, póriasan kifejezve, volt egy ilyen szerkezet, amivel át kellett billenteni a felső holdponton, és akkor ez a sűrített levegő megpördítette a motort, megtörtént a vefecskendezés, és indult a motor. Ha nem sikerült, akkor újra fel kellett az első hengert fordítani a felső holdpontra, és ugyanúgy a holdpont elé, bocsánat, nem pontosan a holdpontra, mert akkor átfordult volna. Ezt jól értették ezek a hajógépészek, hogy kell. Ön hogy látja a Weiss-Manfréd családnak, mekkora szerepe volt abban, hogy Derekegyház az akkori magyar mezőgazdaság bemutató helyszíne lett, és jártak ide, rengeteg szakember járt ide tanulmányi útra? Hát meg kell mondjam, hogy ez nem is kérdés, hogy ez egy mintagazdaság volt, hiszen ha belegondolunk abba, hogy ilyen hajó sehol nem volt,
nem kicsi beruházás volt ezt csinálni, meg fenntartani se. Én emlékszem még arra, amikor kisgyerekként is saralták ezeket a csatornákat, ugye, mert ezek hát fekete földön volt, hínár, nád, egyéb, ezt is kézzel állandóan takarították kifele a hínárt, előtte is, még a Weiss időszakban is, meg utána is, egész brigádok voltak ráállítva, akik szedték kifele a hínárt, hogy a szivattyúnak a szívókosarához nehogy bekerüljön, meg egyáltalán ne iszapolódjon el. Úgy hívtuk ezeket, akik csinálták ezeket a csatornákat, tisztították, hogy a kordésok. Mondd ez valamit azoknak, akik annak idején találkoztak ezzel. Két keréken volt egy sarogjaszerűség, amelyiknek le lehetett nyitni a hátulját. Egy ló húzta, és itt a hasán volt neki egy széles öv, meg a hátán egy. És ezt megrakták sárral, elhúzták a depó helyére, és ott kisatolták neki az alsó rögzítő hebedert, és akkor ez hanyatt esett, ez a kordé, kifolyt belőle az anyag, és hát ezeket mi gyerekek ott láttuk, mikor csinálták. Egy-egy csatorna szakaszt mindig lerekesztettek, és akkor ezt takarították. Nem is nagyon tűrték el, hogy a gyerekek a csatorna környékén lábatlankodjanak, mert ebben mindig nagy magas víz volt, és hát féltették a gyerekeket, meg elég meredek volt a partja. Hát pontosan amiatt, hogy a hajó el tudjon benne járni. Ez a hajó mekkora távolságokat tett meg naponta? Hetente. Hát egy-egy éjszakai műszak alatt egy ilyen csatornát tudott öntözni. Mert az átköltözés az egy kicsikét macerásabb volt. Tehát két oldalra ezt a 200 métert tudta megöntözni, nem is erőltették tovább. Tehát most olyan növények voltak benne, hogy lucerna, vagy volt benne, mi még, ez már mondjuk a későbbi időszakban volt, de ők is termeltek vetőmagokat, például káposzta vetőmagot, répa vetőmagot, lucerna vetőmagot is csinált, vagy termeltek, hát meg egyáltalán a vetésforgóba bekerülő növényeket termelték. Említette, hogy nyitott szerepes volt a motor. Hogyan történt a kenése? Hát a kenése egy nagyon egyszerű eszközzel, egy olajzóval kellett olajozni, tehát rá kellett csepegtetni. Volt egy kis üreg a szelephimbának a közepén egyébként, a mostainakon már nincs, de akkor még rajta volt, és ezen csorgott le az olaj. Hát bizony, amikor én a hajón voltam, ez egy nagyon érdekes esemény volt, mert voltam olyan botor, hogy letekertem a szelep sapkáját egy hűtőnek, és kicsapta a gőzt, és hát bepirosodtam, nem égtem meg, de bepirosodott az arcom, és akkor ott voltam kint a hajón, mert ugye az a tető alatt nem fájta, és akkor olajjal kenegettük, és én voltam az olajzó. Én járkáltam körbe-körbe. És hol volt a szívókosár? Hát a szívókosár az alól volt. Egy nagy méretű szívókosár, nem a mélysége volt neki nagy, hanem a terjedelme volt, hogy a megfelelő mennyiségű vizet be tudja szippantani. Hát ezért volt gond vele, hogy ha a hínár került a vízbe, akkor bizony ahhoz hozzátapadt, és akkor azt, most ha megálltak természetesen, akkor leesett ez róla, de az mindig azzal járt, hogy akkor újra kell indítani, és a többi. Mi lett az öntözőhajó sorsa? Sajnos erről én nem tudok önöknek. Nem merek belebocsátkozni, hogy mi történt vele. A motorokról tudok, azokat kivették belőle. Motormódon T-34-es motorral próbálkoztak, hát az egy halott ötlet volt, mert az egy kemény járású, hathengeres V-motor szétrázta a hajótestet, tehát az alkalmatlan volt rá, és utána már nem is használták ezt az öntözőhajót. Tehát ez az öntözőhajó eltűnt. Hogy hova lett, nem tudom, lehet, hogy én akkor már mezőtúron voltam, az is lehet, hogy szétdarabolták, fogalmam nincs. A Weiss Manfred családdal volt-e a továbbiakban kapcsolata? Igen, legnagyobb meglepetésemre a kárpótlás időszakába egy nagyon jó beszélő, magyarul beszélő hölgy keresett Bécsből. Ő úgy mutatkozott be, hogy Strasser Rudolf név Weiss Daisy.
és ők Bécsbe laknak, és a kárpótlásra bejelentkeztek. Egy másik telefon is jött, az meg New Yorkból, ahol szintén elég jó beszélő, magyarul beszélő hölgy keresett, de nagyon idős hangja volt már neki, tehát idősebb. Ő, utána kiderült, hogy ő volt a legidősebb, akik jelentkeztek. Ketten voltak összesen, akik a kárpótlásra bejelentkeztek, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sokára kapták meg a határozatokat. Ezek a határozatok ilyen 20-30 oldalasok. Óriási vagyon van benne felsorolva. Hát és azzal kerestek meg, hogy segítenék-e nekik a kárpótlásnál az árverésekre, mert a földre akarják árveresztetni, hát amire lehetőséget kaptak, de nagyon sok más kárpótlásuk is volt, ilyen részvénytársaságokban, meg egyéb helyre, de én a földről tudok. Felkeresett az Ausztriában élő Dézi asszony, és hát megegyeztünk, hogy hát természetesen miért ne vállalnám el, hiszen nálunk hagynák haszonbérbe ezeket a földeket, ők nem akarnak ezzel semmit kezdeni, de hát meg hát azt is tudják, hogy töredékét fogják visszakapni, mert itt nem reprivatizáció volt, hanem rázódították annak idején az összes kárpótlótat a földekre, tehát itt egy rosszul működő kárpótlás volt, ez az igazság. Most a férje, a Dézi asszonynak, a Strasser Rudolf, ő szlovák nemesi családból származott, történész professzor volt, együtt jöttek le a feleségével, egy rettenetesen egyszerű asszony volt, a papa is, itt nálunk is jártak, eljöttek ide hozzánk, itt ebédeltek nálunk, teljesen közvetlen, tehát olyan, mintha nem is egy ilyen nagy családnak, egy ilyen nagyon gazdag családnak a tagjai lettek volna. Hát és én árvereztem nekik, mind a kettőjüknek, 66,3 és 66,6, nem teljesen pontosan ekkora földterületet, mert már nem is volt több, nagyon. Annyira későn kapták meg a kárpótlási jegyeket, hogy elfogytak a területeink, amik ki voltak jelölve kárpótlásra. Vagy legalábbis ilyen nagyságrendűek nem nagyon voltak már. Hát olyan 1-2 hektárosak voltak, de hát ki az, aki kárpótol 1-2 hektárra, akinek van 50 hektárja? Nyilvánvaló. Tehát így kerültem kapcsolatba velük, és ami hozzátartozik, hogy még hozzátartozik, hogy a New Yorkban élő családnak az egyik, hát ő ügyvédi pályán mozgott, és Pesten a Szevárd Kisszel nevű ügyvédi iroda, az amerikai, tehát az ő érdekeltségük volt, és nekem oda kellett elutaznom Pestre a megbízó levelemet átvenni, hogy meg hát a kárpótlási jegyeket, az egy nagyobb mennyiség volt, és hát én becsületesen megcsináltam nekik minden kárpótlási jegyet, majd hogy nem duplán vettük, ugye, mert 1000 forintosak voltak a névértékek, és hát ugye 500-ra le lehetett menni. A világon nincs ilyen árverés, amelyiket lefele lehet licitálni. Tehát, ha csak el nem döntik, hát itt el volt döntve, hogy lefele is lehet licitálni. És az első haszonbérleti díjukat, az első évit, azt a Derekegyházi önkormányzatnak adományozták azzal, hogy akkor kezdték el az állami gazdaságnak a vagyonát kiárusítani, hát a kultúrház is az állami állami tulajdon volt, és ők ezzel járultak hozzá, hogy az önkormányzat meg tudta vásárolni saját. Sajnos egy kis csorba is esett az egészbe, mert ők azt kérték, hogy egy kis táblán jelezzék, hogy mit adományozott a Weiss család, akik régen itt volt az uradalmuk, és hát nem jött össze a dolog, egy teljesen más ember került oda, egy kicsit meg is óroltak rá,
Hát utána nem igazán jöttek az önkormányzathoz, nem igazán jöttek. Korábban, mikor nálam voltak is, akkor bejöttek az önkormányzathoz, de ez nem jött össze teljesen. Látok az ön kezén egy emlékgyűrűt, kérem beszéljen erről. Hát ez egy meglepetés volt a számomra, amikor tavaly díszpolgári címet ítélt meg, vagy adományozott az önkormányzat az elmúlt évek. Hát támogatása, meg hát egyáltalán biztosítottuk a falunak azt a lehetőséget, hogy bérmunkákat végeztünk, támogattuk általában minden olyan, a nyugdíjas klubtól kezdve a Mikulásig, minden ünnepségre támogatást adtunk, a Palacsinta Fesztiválra minden évben 400 liter tejet adományoztunk. Hadd ne soroljam, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az elmúlt időszaknak a munkáját próbálták ezzel értékelni. Hány éves munkáját? 55 éves. Néhány hónap különbséggel 55 év. Ebből tulajdonképpen 6 ciklus és 2 hónapig voltam elnöke a szövetkezetnek, előtte pedig műszaki ágazat vezetője. Gratulálunk a kitüntetéshez, további jó egészséget kívánom. Köszönöm az interjút. Kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kérem tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!